A felvidéki vándorbölcső mintájára hamarosan útjára indul a gömöri vándorbölcső, melynek lényege, hogy támogatja a magyar gyermekek születését, ami egyben összekovácsolja a magyar közösséget is. A gömöri vándorbölcső a napokban kapja meg a szebbnél szebb magyar motívumokat tartalmazó festését, amelyet Kopecsni Mikolt népi bútorfestő vállalt magára, hogy elkészíti. Egy kedves ismerősünk, lelkész ismerősünk által került hozzánk ez a bölcső. Egy nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk ezt a vándorbölcsőt, és ugye a legjobb tudásom szerint én ezzel tudok hozzájárulni, a népi bútorfestészettel. Ugye magyar bölcsőre magyar minták kerüljenek, amikkel dolgozok, az általam felgyűjtött gömöri ládákról származó minták. Két mintával dolgozok főképpen, a két legősibbel, ugye a tulipánnal és a rózsával. A tulipán minta az egyik legsokszínűbb virágminta, női jelkép, a termékenységet is jelképezi, míg a rózsa az örökké valóság, illetve a termékenység jelképe árulja el az Erdélyből származó, ma már Gömörben élő népi bútorfestő. A felvidéki vándorbölcső felkarolása a Gótai Halász Bélától származik. Gömörben a berzétei református lelkész Mudi Róbert vette szárnyai alá a kezdeményezést, aki nem csak egy bölcsőben, de az igények szerint akár 5-10 bölcsőt is el tud képzelni, amik vándorolnak az egyik családtól a másik családig. Ide nem kellenek nagy pénzek, nagy alapítványok, püspöki engedély, meg miniszteri parancs ahhoz, hogy valamit tegyen a jóérzésű magyar ember. Egyszerűen összefogom a környéken a kisvállalkozókat, megvan az ötlet, imádkoztunk érte, barátaim megfestik a bölcsőt gömöri magyar motívumokkal, van, aki mézet ajánl föl a méhészetéből, van, aki virágot a kertészetéből, van, aki kézműves terméket, mindenki hozzáteszi a maga kis dolgát, és így lesz belőle egy egység, így lesz belőle a szeretetnek a tettekben való megnyilvánulása azok felé, akik hatalmas dolgot tesznek, ugyanis abban a korban, amikor minden az önzőségről szól, hogy nekem legyen, és én legyek gazdag, én legyek szép, sokszor még a gyermek is háttérbe kerül. Tehát az a magyar család a felvidéken, aki vállalja a következő magyar gyermekét, annak mi megpróbálunk segíteni. Nem hatalmas pénzzel és összegekkel, hanem sok-sok jó ember imádságával, picike kis ajándékával. Adjuk ezt a vándorbölcsőt, bizonyos ideig egy 3-4 hónapig, fél évig ott lesz egy családnál, annak a gyermeknek a nevét majd belevéssük a bölcsőbe, és megy egy következő családhoz, utána egy következőhöz. Én ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és kellenek az ilyen programok a felvidéki magyarság, itt Gömörbe is, de egyáltalán az egész felvidéki magyarságnak, mert nagyon fontos nemzetmegtartó ereje van. Tehát lehet, hogy egy kis bölcső mondjuk nem számít olyan nagy dolognak, de egy nagyon fontos szándék lehet, illetve egy olyan példa, amit aztán reméljük, hogy egyre többen fognak követni. És hát ez is egyfajta egy ilyen kis motiváció arra nézve, hogy a felvidéken született magyar gyerekeknek magyar nevük legyen, tehát magyarként neveljék a szülők, és aztán későbbiekben magyar oviba, magyar iskolába adják a gyermekeket, és hát jó magyar gyerekeket neveljenek, illetve jó magyar gyerekeket ringasson ez a bölcső. A gömöri vándorbölcső egyelőre Fülektől Rozsnyóig fedne le a területet, de igény szerint akár a kárpátaljai határig is tervezik, árulja el az ambiciózus lelkész. Gömörben elsőként az előzetes érdeklődés alapján januárban kaphatja meg egy tornajai fiatal magyar család gyermeke a vándorbölcsőt.